Szinte a falu minden lakója részt vett a templomtól a most felújított polgármesteri hivatalig tartó felvonulásban, nem sokkal később pedig már a nemzeti színű szalag átvágására is sor kerülhetett. A Bonyhádvarasdi polgármesteri hivatal mellett a faluház is ebben az épületben működik. Az ingatlanra több mint 60 millió forintot költhetett az önkormányzat, amiből közel 53 millió forint az állam által fizetett TOP forrás volt. A nyílászáró csere történt meg, a fűtési rendszer, az elektromos rendszer, akkor ezen kívül napelemek lettek elhelyezve a tetőn, és a szigetelést kapott 14 centi szálas gyapott szigetelést az épület. Tolna megyére a területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 27,5 milliárd forint jutott, amiből több mint 25 milliárd forint értékű fejlesztés már meg is valósult. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A dombovári bonyhádi körzet 58 települése közül 33 település nyújtott be topos pályázatot 66 projekttel. Ez 8,5 milliárd forint támogatást jelent, illetve pályázati pénz forrást jelent ennek a körzetnek. Bonyhádvarasdon nem a mostani volt az egyetlen jelentős fejlesztés, ami a közelmúltban zajlott. Az önkormányzat 2018-ban több járdaszakaszt is felújított, emellett a településen keresztül vezető árkot is sikerült kitakarítani.